üdvözlünk titeket itt újra a csatornán. Itt ülünk a Shinkansenen, és már robogunk Fukuroiba, ami Shizuoka Ken megye, prefektúra. Igen, megyében található, mert meghívást kaptunk egy Matsurira, egy Hanabi-taikaira. Tűzijáték fesztiválra megyünk, és viszünk magunkkal Yukatát is, amit nagyon-nagyon várunk, hogy Yukatában végre elmásunk. Ez lesz neked is, nem az első fesztivál, amire Yukatában mész. És ez nekem mondjuk ilyen régi bakancslistás dolog, hogy egy japán fesztivál elmenni Yukatába, az mindig úgy tetszett nekem. Úgyhogy csak erre az alkalomra vásároltunk Yukatát. Fukuroiban amúgy az egyik ismerősöm lakik, és ő hívott meg minket magához, úgyhogy egy igazi japán családnál fogunk lakni, és ővelük együtt fogunk elmenni erre a Matsurira. Úgyhogy mert mind a ketten nagyon izgatottak vagyunk, és... Mi nagyon. De tényleg. Úgyhogy most még meg fogunk reggelizni itt a Shinkansenen, és körülbelül másfél óra amúgy az út nekünk Tokióból. Úgyhogy még van egy kis idő hátra. Addig reggeli! Reggeli! Yay! És íme a reggelink, amit a kombinében vettünk magunknak. A legegészségesebb része a chips. Majd út közben elropogtatjuk. Igen, egy kis nasi. Miért vettél, mondd el azoknak? Én vettem cuna, az tonhalas salátás, tojásos, sonkás, sajtos szendvicset, valamint desszertnek, ez ilyen palacsintaszerűség, ebben banán van és csokoládékrém. És hozzájelz, mint el? Én is szendvicset vettem, ez sonkás, sajtos és tojásos szendvics, és van hozzá nekem is jázmintám. Ezt mi megeszegetjük útközben, míg leérünk. Igen, ugye reggel van, úgyhogy most fogunk megreggelizni. Étkezés nélkül jöttünk mi a vonathoz. Van itt a vonaton ilyen nagyon szép, tiszta mosdó. Hát nem egy máv, az biztos. Egyébként most fogunk mindjárt megérkezni, úgyhogy már várunk itt az ajtóban a leszállásra. De az egész vonat amúgy annyira szép, tiszta volt. Olyan, mint ilyen repülőn utaznál. És van légkondi. Igen, van légkondi. Úgyhogy sokan fel is vették a kis kardigányukat, mert nagyon mindent lehűtenek a légkondicionálóval. Jó. Izgatott vagy? Igen. Miért engem vettem? Igen, leszállt, szép. Olyan szép vagy a pólódba. Mondd, hogy? Hát egy rá. Magától becsukódott az ajtó. De bizony, ránk zárult a úton. Kapu, nincs menekvés. Nincs. Usonunk is. És annyira szép Japánban mindenhol ilyen fehér csipkével borítják az ülést is, meg itt hátul az üléshúzatot mindenhol. Megérkeztünk! Ez itt a Yamada étterem, az ismerősömnek az étterme. Mindjárt kapunk is valami finomat enni. Bizony, én valami tempurásat, tempurás tésztásat rendeltem. Én pedig Fujinami a yakisobát, ugye ez kicsit más stílusú yakisoba, mint amit nyertünk Tokióban, mert ugye másképp készítik, és így imádom a yakisobát, úgyhogy ezt meg szerettem volna kóstolni. Így aztán pedig fölveszük a yukatáinkat, igen. Ami ugye az a japán tradicionális matsuri ruha, mert igen, ugye ez egy ilyen, sokan azt hiszik, hogy kimono, de hát ez nem kimono, ez egy sokkal egyszerűbb változat a kimonónak, amit kifejezetten nyáron szoktak felvenni, és ugye nem olyan sok rétegből áll, mint a kimono, meg sokkal olcsóbb is, de nagyon szép, és ebben fogunk felmenni a hegyre. Jött a finomság.
az tészta. Algával a tetején. Algával a tetején, és van hozzá szósz, amiből bele lehet rakni ugye a hagymát, meg a... Arigato gozaimasu! Arigato gozaimasu! Meg a... Wasabi. És akkor ebbe kell belemártogatni. Ugye ez hideg tészta, azért ezt mondjuk el, hogy ez nem meleg. Japánban nyáron imádják ezeket a hideg tésztákat. És akkor van itt tempura, ami olajban sült. Finomságok, mint rá. Az pont rákocska, igen, meg zöldségek is van, tök. Igen, és ezeket meg ide kell mártogatni és megedni. És itt az én jakiszobám, ugye ez meleg lett, és úgy gőzölök. És én nagyon-nagyon szeretem, mindig adnak hozzá egy gyömbért. Nagyon gusztateli, sok-sok finom zöldséggel. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Itt a szobánk, tatam is, és nagyon-nagyon jó illat van eleve a tataminak, meg abból a szobából füstölő illat is jön. Gyönyörű ez a szoba, vagy hát mind a kettő szoba gyönyörű, nagyon-nagyon szép. Te egy családi szenti is. Ugye, ha ezt elhúztuk, akkor ki lehet menni a átmenőbe. Innen lehet látni, ott voltok. Igen, ott van az étterem, a családi étterem, ahol ettünk. És lehet, nem tudom, hallatszik-e a felvételen, de a kabócák duruzsolnak, amit én nagyon szeretek, bár van, aki nem, mert hogy hangos. És gyönyörű, és nézzetek, van még katona is, egy igazi eredeti katona. Nagyon gyönyörű. Meg ez a szép kép is itt. És, ja, meg ami nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a kis párna az osztály lába alatt, ilyen kis puffancs, hogy ne sérüljön ugye a tatami. És most feladatot kaptunk mi. Bizony, ezt össze kell valahogy raknunk. Kaptunk hozzá útmutatót, de hát japánul van. Ételúsztató. Igen, így gyerekjátéknak tűnik, de ebben fog úszni valószínűleg szerintem tészta az eddigi tapasztalataim alapján, abban szerintem tészta fog úszni. Most neki és is látunk. És el kell készülnünk, most van 2 óra, de úgyhogy fel is kell öltöznünk, mert utána megyünk a hegyekbe. Igen, úgyhogy szerintem le is teszem a kamerát, és akkor segítek. Yay. Elkészült a mű, összeraktuk a tészta csúszdát. Tészta csúszda! Igen, ott fog. Hú! És van egy ilyen kis földgömb. Itt vannak a lyukataink, ezekbe fogunk mindjárt belebújni, és vetünk hozzá ilyen kis kiegészítőket is a hajunkba. Úgyhogy elkészültünk, megmutatjuk a kézművet. Elkészültünk! Igen. Ez a csodálatos ruhánk, amiben most el fogunk menni, és megmásszuk a hegyet. A 40 fokban, 100%-os páratartalomban mi felmegyünk a hegyre, mert ott van egy nagyon szép templom, és ott fogunk majd fotókat készíteni. Igen. És amúgy ezt saját magunk vettük fel, a masnikat én kötöttem. Úgyhogy reméljük, hogy minden jól van rajtunk. Igen, majd kikérjük az itteniek véleményét, hogy jól viseljük a lyukatákat. Ez az első alkalom. Ez az első. És rögtön saját magunk próbáltuk meg magunkra ölteni ezt a viseletet. Reméljük, hogy sikeres volt ez. Bizony. Indulhatunk fel a hegyre! De milyen gyönyörű piros. Futunk a hegyre! Futunk bizony. Ilyen kis papucskákba. Tanga papucsban még sosem áztam hegyet, de egyszer mindent ki kell próbálni.
ez a hang a kabócák hangja. Én profi vagyok. Húzza a hozást, azt... Ki kell költözni a hegyre. Igen, most itt vonul a nép, mindenki a tűzijáték fesztiválra tart, ahogy jó magunk is. Úgyhogy együtt vonulunk a csordával. Igaz, hogy amúgy 2 órával később fog még körülbelül kezdődni a fesztivál, de van, aki már reggel óta ott ül. Jó, japán módjára. De mi csak most megyünk. Ezt kaptuk, erre fogunk ülni. Igen, ez, hogy puhán legyen mi valagunk. Bizony. Amíg ülünk a földön 3 órán keresztül, ne nyomodjon szét. Oh, nézzétek a gyereket, milyen cuki. Hogy kukucskál kifelé a 2 szofjával. Meghalok. Igaj! Itt vagyunk a hegy tetején! Itt pont onnan süt a nap. Innen fogjuk nézni a tűzijátékot. Úgy nagyon örülünk, mert ilyen földön ülős a buli, voltak székes helyek is, de ez így sokkal királyabb. Így le tudtunk ide telepedni, ugye tudunk masizni. Ó, mutasd meg, itt ez mind mi zsákmányunk. Mi zsákmányunk, ital, meg van chipsünk, meg sajtunk. Olyan finomakat vettünk, van barackos, meg szőlős, ümesős, ezt imádjuk. És én azt nagyon szeretem, ez meg dinnyi, és a nyári íze, csak nyáron kapható, isteni gép dinnyi is. Én egy barackosat fogok inni, Kaorin pedig dinnyéset. Igen, görög dinnyés lesz, az első választottam. Lemenőben van nyári napnak sugára és népek tengere is egyre inkább gyűlik. Elvileg olyan 1/2 óra múlva kell, hogy kezdődjön majd a tűzijáték fesztivál, és ott nem tudom mennyire kivehető, de talán kivehető, ugye ez a Fuji formáját ölti, úgyhogy majd abból is előtör a tűzijáték, ami azért nagyon izgatottak vagyunk, azt szerintem biztos nagyon érdekes lesz. Most fogjuk a tiszta csúszdát kipróbálni, és magyar tokai aszút fogunk hozzáinni. Már itt vannak a finom rákok előkészítve, és ez ott ugye az én kedvencem, ha nincs fókusz, az én kedvencem az edamame, és édes burgonya is van. Nagyon-nagyon gusta! Kámpáj! Itt készül a tésztának a csúszda parti.
Na, nekem pedzeg el csak egy cukorot. Hagyma. Kérsz vele hagyma? Én mindent kérek. Akkor cíjó dobogni. Kis hagyma is. Hadra cíjó, jön a szilka. De jó, jó. Szikacán, szikacán. Ő itt szikacán, de annyira nem szereti, hogyha őt megsimogatják. De annyira aranyos. Ugye szikacán? Szia! Szia! Nem szereti az idegeneket nagyon. Jaj, szia! Nem piszkálak tovább, de majd nem szereted. Szómen tésztát teszünk. Mi nyáron nagyon-nagyon népszerű így Japánban, mert hideg tészta. Itt így elkapod. Jön! Juhu! Bele az isteni szószba. Van benne gyömbér, meg hagyma, így a finom. Finom! Jogatlan-e? Húsz Úszik a tiszta! Ha ezt tetszik. Jön az újabb adag tészta! Megérkezett a desszert is, nagyon-nagyon finom gyümölcsök, barack, meg hatalmas szemüszöl, oda nézzetek milyen nagy. Nagyon gusta. Peach, nashi. Ez nashi, ami a japán köte, kívülről olyan alakja van, mint egy almának, de a... Az íze körte. Az íze pedig körte, igen. Melyel? Nem várok. Most mond! A kezedet is tudok kinteges. Nagyon jó, ezt visszük. Az biztos? A hegyre, hát a legyen. Most kérek, hogy valam.